2015-ben a Mi Hazánk mozgalom későbbi megalapítója, Torockai László ásotthalom polgármestereként kezdeményezte a déli kerítés felállítását. Az azóta a Mi Hazánk elnökévé választott politikus és pártja sem mondott le a migráció mindennemű elutasításáról. Éppen ezért lenne célszerű önálló határőrséget felállítani, ezt mondta Fülöp Erika párt országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, a Mi Hazánk a rendpártját képviseli, ezért szigorítanák a büntetési tételeket is. Ha két példát szeretnék, vagy mondhatok, akkor egyértelműen a szibériai bérraptartás intézményének a bevezetését tanácsolnánk, másrészt pedig a nagyon súlyos életellenes bűncselekmények esetén, vagy akár a terrorral kapcsolatos bűncselekmények esetén pedig a halálbüntetés visszaállítását támogatná a Mi Hazánk mozgalom. A Mi Hazánk ezek mellett átalakítaná a családtámogatási rendszert is. Erre szerintük azért van szükség, mert főként az ország keleti megyéiben vannak, akik csak azért szülnek, hogy állami támogatáshoz jussanak. Három gyermekig járna alanyi jogon gyakorlatilag a családi pótlék és egyéb családtámogatási juttatásoknak a kifizetése, és három gyermek után pedig egy állandó folyamatos munkaviszonynak a meglétéhez kötné a különféle támogatásoknak a kifizetését, így várhatóan nem lenne a megélhetési gyerekvállalás olyan szintű állandó jellegű a cigányság körében, mint ahogy most tapasztaljuk. Fülöp Erik arról is beszélt, hogy jól halad a Mi Hazánk Tolna megyei toborzó tevékenysége. Mint mondta, hamarosan bemutatják a párt helyi önkormányzati képviselőjelöltjeit is.